Most, bár nem volt szándékomban, hogy leteszteljem, mégis sikerült letesztelni ezt a vályogos fröccsréteget itt a téglákon, ugyanis ez a tegnap és tegnap előtti hatalmas esőzés, ami lezúdult ránk, az bizony ezt a falat most érte, mert elfelejtettem ide támasztani ezeket a lemezeket, amelyek megvédték volna itt a fal a csapódó esőtől, és bizony most ezt telibe kapta itt az eső. Ugye jól látszik, hogy tegnap este olyan 10 óra környékén állt el az esőzés, és hát ugye egész éjszaka nyilván párás volt a levegő is, mégis már az agyagréteg az nagy részét elpárologtotta a nedvességnek. Ugye az, hogy apró repedések vannak az agyagrétegen, a felhordott fröccsanyagon, az semmit nem jelent, ugyanis ez száradási repedés, tehát ez ne tévesze meg benneteket. Ez már, amikor megszáradt abban az állapotában is megvolt itt a felületen, viszont jól látszik, hogy nyilván ugye alul kapta a legnagyobb nedvességet ez a fa és ott még nem tudta elkezdeni kipárologtatni és megszállítani saját magát, viszont itt a felső felületen Ugyanannyi esőt kapott, és már jól látszik, hogy szépen elkezdett kiszáradni, és kutya baja ennek a felületnek. Tehát valóban megvédte a vályogtéglákat. Ha most ez a vályogtéglát érte volna telibe, akkor egyrészt nem lenne az a felület, ami, ami egy picit lepergeti ezt a vizet, és ledobja magáról, másrészt pedig annak a felülete ázott volna el, és az viszont nagy valószínűséggel szétmálna. A további előnye ennek a fröccsrétegnek, amivel védjük a tégláinkat ideiglenesen, hogy nem tud a téglába beszivárogni a nedvesség, hiszen ez a vályog réteg, ez az agyag réteg, ez nagyon gyorsan, és ha meg is fagyna, akkor maga ez az agyag vakolat, vagy agyag réteg fog megfagyni, és nem okoz kárt a vályog téglában. Úgyhogy most akaratomon kívül, de le lett tesztelve, és szerencsére jól működött ez a megoldás. Azokon a területeken, ahol nagyon megázott, ott pedig most a, vissza lehet javítani szépen a repedéseket. Egyszerűen csak összenyomkodjuk, és gyakorlatilag meg is szüntettük ezzel. Ugyanis azért jó ez a, a vályogvakolat, hiszen hogyha most én ezt lekaparnám, újra bekeverném, akkor újra felhordhatnám. Na most ezt cementes vakolattal nem lehet megcsinálni. Most ismét megvárom, hogy kiszáradjon, és tanulva a hibámból, most már oda fogom tenni a védőlemezt.